Mint sok más házaspár, Sean és Rachel Dawkins is a fizetésképtelenség szélén álltak. Sean 5 éve nem kapott fizetésemelést, mert a munkahelyén befagyasztották a béreket. Sokszor képtelenek voltak kifizetni a számláikat. Még nem érvényesítették a jelzálogjogot, de folyton figyelmeztettek a törlesztés elmaradásáról. Egyik napról a másikra éltünk, és nem tudtuk, hogy a következő számlát miből fizetjük majd. Nagyon nyomasztó volt. Alkalmazottként dolgoztak, de rájöttek, hogy biztosabb anyagi háttér kell. Egy büfés vállalkozásba kezdtek, Sean fűszeres csirkéit árulták hétvégi rendezvényeken, de a vállalkozás beindítása miatt még inkább elmaradtak a hiteltörlesztéssel. A behajtó cégek bírósági eljárással fenyegettek, be is idéztek az elmaradt számlák miatt. Sean másodállásban éjszakai műszakban kezdett dolgozni, de még ez is kevés volt. Kimerültem és kikészültem. Nagyon megalázó érzés volt. Sean és Rachel nagylelkű adakozók voltak, de nem fizették a tizedet. Egy napon aztán olyan tanítást hallottak a tizedfizetésről, ami meggyőzte őket arról, hogy bízniuk kell Istenben. Azon a vasárnapon odaadták az utolsó 80 dollárjukat. Jó érzés töltött el. Éreztem, hogy Isten szólt hozzánk. Tudtam, hogy így helyes, és ő majd gondoskodik rólunk. Amikor Sean kénytelen volt eladni a kocsiját, a vevő 8000 dollárt ajánlott, ami jóval több volt a vártnál. Gyorsan kifizettük az elmaradásunkat, és már nem éreztük úgy, hogy leránt az adósság. Amikor elmeséltük a sógoromnak, hogy mi történt, ő mondta, hogy hát Isten a százszorosát adta vissza nekünk. Kérte, hogy tegyük őt próbára. Megtettük, és a sokszorosát kaptuk vissza. 2010-ben Sean elvesztette az állását. A végkielégítéssel belekezdett álmai megvalósításába, saját éttermet nyitott. Nem akartam újra alkalmazott lenni, viszont nagyon szerettem volna egy éttermet, mert tudtam, hogy van egy nagyszerű termékem. Egyetértettünk abban, hogy belevágunk. Megnyitották a Cutlass Grillt Virginiában. Tudtuk, hogy Seannak áldott keze van, bámulatosan főz. Azt is tudtuk, hogy jó a termékünk, és hogy amíg Istent dicsőítjük, addig ő is növekedést ad az üzletnek. És így is lett. Először 30% volt a növekedés, egy év múlva felugrott 115%-ra, 2010 és 2011 decemberek között pedig 198%-os volt. Igazán jól ment az üzlet. Sean és Rachel látta, hogy Isten megáldja a tizedfizetést, így most már másokat is erre buzdítanak. Mindenkit bíztatok, hogy higgyen Istennek, és tegye próbára a tizedfizetéssel. Terve van a számunkra, mégpedig jó terve. És ha a megpróbáltatásban ráhagyatkozunk az Úrra, ő gondoskodik rólunk.